UFO-k portyáznak a háborús zónákban, földönkívüli megfigyelők, egy ősi papnő reinkarnációja, ami szedi elképesztő története, Eknaton és József, a fáraó álmának megfejtője, honfoglalások vagy hon visszafoglalások, eredeti őshazánk a Kárpát-medence, Hannibál tüzérsége az atlantiszi tudás nyomában, Harp és Hőség titkos kísérlet eredménye a Kánikula, eltűntek a szellemek, a világ már nem hisz bennük, a szerelem mágiája, egy test, két lélek. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin októberi számában. Kapható az újságárusoknál. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Szeretettel köszöntöm a Hihetetlen nézőit, Szűcs Róberttel együtt. Üdvözlöm Önöket! Én is, még egyszer, hogyha szabad. Kérem tisztelettel, mielőtt még beszélnénk erről a mai műsorról, ami tulajdonképpen a földön kívüli megváltás, ugye? De azért mondom, mielőtt még beszélnénk a mai műsorról, mondom az alcímet, a Holnap markában második rész. És ilyenkor, tudom, hogy te nem nagyon szereted, hogyha visszaugrunk az előző adásra, mert hogy akkor ugye, aki látta, látta, aki nem látta, az nem látta, de én viszont többnyire szoktam ragaszkodni hozzá, mert aki nem látta, az éppen a visszaugrunk, és visszaidézünk egy-két mondatot, akkor ezért nézi meg. Kivétesen egyetértek veled. Nagyon teljesen. Jó. Hát akkor most azért mondom, most jogosan ugrom vissza az előzőre, miután ez a második rész, és akkor... Ez a bizonyos múltkori adásunkban, hát ugye... A Kalergi álmáról beszél. Mindenféleképpen muszáj beszélni, Kalergi gróf álmáról, és akkor hát ugye nem akarjuk mi soha elviccelni a dolgokat, de azt hiszem nagyon sokan kallergiások Kalergi grófra, mert amit ő megálmodott 100 évvel ezelőtt, azt hiszem, hogy ez sajnos egyre inkább itt van a küszöbön, vagy talán bizonyos helyeken már át is lépte azt a bizonyos az a baj, küszöböt. De hát nézd, én nekem ami hirtelenjében eszembe jut, és neked biztos még több is eszedbe fog jutni, hogy ebben a visszatekintésben, szóval Kalergi grófnak a megdöbbentő tételei, az álma, és ezt azt hiszem, hogy idézőjelbe teszem inkább, de hát Európa kevert fajú népességéről, szóval hát minden esetre eurázsiai negroid faj, meg ilyenek. Szóval ezzel kapcsolatban, és hozzáteszem rögtön ezt a megjegyzést, mert erről beszéltünk a múltkor is, hogy akkor ha valaki ilyen értelemben nem áll bele a félretájékoztatásba, vagy bármit mást mond, akkor azt mondják, hogy rasszista. Így van, és ez a legnagyobb probléma egyébként, és ez kint, a rajtán túl, ez úgy is néz ki egyébként, hogyha valaki egy ilyen dolgot elmond, akkor abban a pillanatban ő rasszistának minősítik, és hogyha netántán valamilyen liberális médiában, vagy közszolgálati médiában dolgozik odakint, nem Magyarországról beszélek odakint, akkor abban a pillanatban így penderítik ki onnan, ilyet meg sem lehetje, de mindenkiben megvan az öncenzúra egyébként. Tudod, mi jut eszembe? No. Ez ugyanaz, mint a rendszerváltás előtt nálunk. Hogy amikor mindenket, amikor újságírók voltunk, az emberben volt egy ösztönös idézélvetében öncenzúra, tehát tudta, hogy ha meg akarja írni, akkor a sorok között elrejtve megteheti ezt, de igen. Nyíltan nem mondja azt, hogy mit tudom én a kommunista pártesek. Bocsánat. Tehát, hogy itt egyet nem engem kimondani, de attól függetlenül, ha valamit úgy akartunk megfogalmazni, azt meg lehetett csinálni. Na de várjál, akkor tudtuk, hol a határ. Így van, tudtuk. Na, de most egyébként, igen, na de most egyébként ugyanez megy a másik oldalon egyébként, hogy bizonyos dolgokat egyébként nem lehet kimondani. Nem lehet, nem közölnek le. Ha te ezt elmondod, ezt az egészet, akkor azt mondják, hogy a Kalergi álmáról, hogy hát ez egy agymenés. És akkor azt mondjuk, hogy te tessék megnézni Németországnak a népességét, a lakosság egynegyede bevándorló hátterű, és abból az egynegyednek a háromnegyed része pedig segélyen él, és jól megél, miközben a németeknek egynegyed része nyomorok, igen. Főleg a volt kelet-német régióban. Megengedsz egy kis kitérőt? Ne felejtsd el. Csak azért, ha már mondtad, hogy annak idején a határokat meg minden, de hát mi magyarok vagyunk, és nagyjából tudtuk, és nyilvánvalóan a mi nemzedékünk is, meg a fiatalabbak is talán emlékeznek arra, hogy a nemzeti dalt, Talpra Magyar, azt nem csak bizonyos ünnepségeken lehetett elmondani, a himnuszt nem lehetett eljátszani. Minden is valami évfordulón ez
közrádió volt, és valami évforduló volt, és volt egy szót kérek rovat, minden reggel 3:47-kor, és akkor a következő volt, ezt kitaláltuk, hogy nemzeti dal. Tudtuk, hogy nem lehet, de én felhívtam, szegény már nincs köztünk, Kozák András színművészt, és azt mondtam, hogy gyere, mondd el, hogy mit jelent a színész számára. És akkor Kozák András elmondta, hogy talpra magyar, híja haza, ezt így is lehet mondani, meg úgy is, hogy talpra magyar, híja haza, és ez azt jelenti, hogy kétszer hangzott el az akkor tiltott nemzeti dal. Szóval lehetett itt. Utána prémium elvonás, aztán jutalom. Jó, igen. Szóval azért meg lehetett találni. Na most nem akarom én dicsérni a régi dolgokat, mert annyi baromság volt, hogy fel se lehet sorolni. De ami most van, hát szóval azért ezt inkább nem folytatom, te jössz. Igen. És akkor, hogy kapcsolódik egyébként a két adás, tehát a két héttel ezelőtti adás és a mostani adás, a nagyon megtévesztő, idézőjelben megtévesztő cím, hogy földönkívüli megváltás, hogy kapcsolódik a Kalergi álmához, hát úgy, hogy ahhoz, hogy létrehozzanak egy világállamot. Igen. Létrehozzának először a, mit tudom, itt az Európaiban, az Európai Egyesült Államokat, ahol egy eurázsének rövid faj fog uralkodni, de ők azt is szeretnék, hogy legyen egy egységes világvallás. Bizony. Na most, ha körülnézünk a világban, hát nagyon sokan elmondták ezt már 200 évvel ezelőtt a nagy forradalom, francia forradalom idején is már elhangzott, hogy a vallások sok esetben nagyon komoly problémát jelentenek, mert hiszen ha szerintem megint ugyanazt, hogyha megkérdenek a kedves nézőket, akkor nem hiszem, hogy tudnák, hogy nem fogom felsorolni az összeset. Igen. 4300 féle vallási irányzat létezik itt a földnevi bolygón. 4300. Igen. Nem azért mondom, mert ez lesz a játékkérdés, de tényleg 4300 létezik. Ezt egységes. Igen. Na most de nem csak az, hanem a nagy világvallásokat. Igen. Tehát a nagy világvallásokat nem lehet. Tehát ott van például, azt mondják, hogy a kereszténységben ott van 2 milliárd 200 millió körül van, ott az iszlám, ott van 1 milliárd 800 millió, ott van a hinduizmus, ott az körülbelül 1 milliárd 100 millió, 500 millió a buddhizmus, a sintoizmus, az univerzalizmus, ez van Kínában. Igen. A két országban a világon egyébként, ahol a legmagasabb a vallást elutasítóknak a száma, szerintetek kitalálhat, hogy melyik az? Hát... Nem. Eszembe nem jut. Köszönöm. Az egyik Kína, és a másikat nem fogod kitalálni. Norvégia. Ezt nem találtam volna, hogy a Kína. Ez térképpen láttam, ott volt Kína, egy nagy kék forttal volt jelölve, és ott kerestem, hogy hát mondom, ez itt Norvégia, mondom, a norvégok a legelőbb. Igen. Ők a legelutasítóbbak, de egyébként, hogyha az összes ilyen vallásainkat összeadjuk, akkor kijön körülbelül 6 milliárd ember, igen. Tehát akkor még van 2 milliárd ateista egyébként. Na most ezeket egységesíteni, és nézzük meg, hogy milyen vallásháborúk zajlottak. Bizony. Nézzük meg, hogy milyen ellentétek vannak benne. Most is. Nem foglalkozik igazából senki. Az Ószövetség, az gyakorlatilag sok vallásban nem ugyanaz, hanem hasonló. Tehát ugyanez a judaizmusban, ugyanez a kereszténységben, és ugyanez az iszlámban is. Tehát ugyanarra alapul az egész. Aztán utána jön ennek egy új része, hogy ki mit fogad el ebből. De vannak az apró kis irányzatok, azok így állnak szembe egymással. Amit említettem neked két héttel ezelőtt, akkor voltunk Indiában, mindenki mondta, hogy hát ezek a muszlimok azért vannak, vagy annak ellenére, hogy a legnagyobb részük átment Pakisztánba, az új mesterséges államba, még mindig ilyen 100-150 millió vannak, és azért szeretnek robbantgatni meg ilyeneket, tehát nem csípik őket, és egészen más a hitrendszerük. A hinduizmusban nincs meg ez a klasszikus, hát ott eleve egy több isten hit volt, és ott nincs meg ez a klasszikus monoteista vallás, tehát nem olyan, mint a kereszténység, igen, a judaizmus, vagy az egy istenhit, így van. Igen. Tehát ez nincs benne. Na most ezek elképesztő módon szemben állnak egymással. Hát a különböző nemzetiségek, elképesztő, hogy itt az európai országban megnézzük, hogy Észak-Írországban katolikusok, protestánsok, hát véres polgárháború zajlott, és gyilkolázták egymást. Na most mi lenne a cél? Hát próbáljuk összebékíteni a vallásokat. De hát ez kizárt dolog, mert ez valószínűleg nem menne. Hát az biztos. És akkor még mondok egy nagyon fontos illetve két nagyon fontos dolgot. Az Amerikai Egyesült Államokban a felmérések szerint az emberek 40%-a rendszeresen templomba jár. Ott többen járnak templomban, mint Európában. Így van. Nálunk. Mennyivel többen? Nyugat-Európában 2%. Igen. Magyarországon
százalék csupán, igen, csak aki rendszeresen. Most a 9 millióban ez 90 ezeret jelent csupán csak, igen, tehát ennyien járnak. Ellenben, hogyha megnézed például az iszlámot, megnézed a muszlimokat, hogy gyakorlatilag 100%. Igen. Ott az ő számukra az elfogadhatatlan, hogyha valaki nem hívő, ha nem az, akkor az kiközösítik, és azt meg is öletik egyébként, mert hogyha megkövezik, vagy bármit csinálnak, hogyha nem tartja be a hitrendszernek azokat a szabályait. De mielőtt még minket megköveznének, azért azt megjegyzem, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy nem csak azt jelenti a vallásosságot, hogy valaki hányszor jár egy héten vagy havonta templomba, attól még lehet hívő, hogyha ritkán megy. Így van, és én szerintem nagyon sokan azt is mondják, hogy ők nem a templomba akarják meghallgatni egy másik ember interpretációjában, hanem ők szeretnék, igen, átélni ezt az egészet, az Istenet. Még egyszer, ennek a műsornak az elején meg azt kell elmondani, hogy most nem a hit ellen beszélünk, hanem szeretnénk felsorolni azokat a dolgokat, milyen problémák vannak. Tehát, ha nem lehet összebékíteni ezeket a vallásokat, de ha mégis megpróbálnák, figyelj, itt Európában, akkor annak mi lenne az alapja? A muszlim hit. Emlékszel, szerintem emlékezett kell 2015-ben, és az már mondjuk 8 évvel ezelőtt volt, csináltunk olyan műsort, amelyben bemutattuk egy egyházi vezetőnek, Londonban egy egyházi vezetőnek, utána össze börtönbe zárták, és akkor azt mondták, tüntetéseket szervezett, és mentek az utcán a táblákkal, az iszlám sokkal erősebb, az iszlám hitnek kell az egésznek az alapjának lenni. De ha ilyen szintű a bevándorlás, olyan helyekre olyan embereket ültetnek, akkor ez tényleg kötelezővé teszik. Ha végig gondolsz, azért ezt azért párszor tűzzel, vassal terjesztették a kereszténységet, tehát azért a vallásháborúkra azért volt szépen emlékünk a történelemről. Mondjuk az inkvizícióról nem is beszélve. Erről nem is beszélve, tehát ebben azért már nagy gyakorlatunk van. De, és akkor ebben a műsorban azt szeretném végigjárni, hogy lehetséges-e, hogy egy földön kívüli vallást hoznának létre. Bizony. Egy kozmikus vallást, egy olyan vallást, ami minden fölött állna, integrálna ezt az egészet. És ennek a műsornak, ennek a jelenleginek úgy lenne a felépítése, hogy először azzal foglalkoznánk, hogy mi az egyház véleménye a földön kívüliekről, magáról, a teremtésről, az evolúcióról, elkezdjük a François-val, a Ferenc pápával, igen, aztán utána megyünk tovább, és akkor bemutatunk egy olyan részletet, amelyben egy nagyon látványos, igen, nem mondom, és majd ott akkor elég, egy látványos 2015-ös sci-fi filmet mutatunk be, és így jutunk el a végéig arra, hogy létezhetnek-e olyan technikai megoldások, igen, és felhívom a figyelmet arra, hogy egy viszonylag gyengébb minőségű a két bejátszás, de 2013-as, tehát már 10 évvel ezelőtt megvolt, és hogy léteznek-e olyan technikai megoldások, igen, amellyel a mesterséges intelligencia segítségével, hologram technológiával, lézerrel, mindennel el lehet érni azt, hogy meggyőzzük az embereket, hogy ide érkeztek a földön kívüliek, földön kívülek idézőbetében meg akarnak váltani bennünket, és hogy lehetséges-e, hogy ennek hatására próbálják összefogni az embereket. Még egy utolsó, nem a, és akkor a, mindenki azt mondja, hogy jaj, de jó, igen, az egész föld. Nem, ez nem az egész földre vonatkozik most Európában, meg Amerikában vonatkozik. Igen. Mert a muszlimoknál nem lehet megcsinálni, kínaiaknál nem lehet megcsinálni, indiaiaknál nem lehet megcsinálni, meg Fekete-Afrikában se lehet megcsinálni. Így van, a latinoknál se lehet megcsinálni Dél-Amerikában. Na most akkor nézzük, ha már említetted az egyház szerepe, és ebben az ügyben, és azt hiszem, hogy ebben a műsorokban mi sokat foglalkoztunk már Ferenc pápával, de mielőtt még elindulnánk, mindenféleképpen mutatom a nyereményeket, mert te is rámutattál a nyereményekre, csak Ferenc pápát nem akartam elfelejteni, mert akkor akartam mondani, mikor említetted, hogy az egyház, és aki nem kicsit más mond, azt meg akarják kövezni, szegény Ferenc pápa is kapott már mindent, erről meg később. Tehát itt van az októberi szám, nem véletlenül földön kívüli megfigyelők, és hogy a háborús zónákban UFO-k portyáznak, avagy nem, hát itt nagyon sok minden van benne. Hannibal tüzérsége az atlantiszi tudás nyomában, nem sorolom el, tessék szíves lenni, fél éves előfizetés, külön szám, hát a holnap markában, ez most már nem. És én ezt elmondtam a múltkor is, de most is elmondom, hogy embernek maradni egy szörnyű világban, mert nem csak bemutatjuk a ránk váró szörnyűségeket, hanem konkrét gyakorlati tanácsokat adunk azok kivédésére vagy enyhítésére. Én az enyhítés szót használom inkább. Köszönöm. Meg lehet nyerni természetesen, és akkor itt a könyv, azt mondja Arany László, ezt a könyvet már nagyon sokan megnyerték és dicsérik, Ázsia tiltott
magyar régészete. Na gyerünk akkor, és következik az első összeállítás, ha már itt Ferenc pápát említettük, ugye hát nem előlegezzük meg, de elmeséltük egy párszor, hogy azért ő megelőlegezte azt, és ez is el is mondta, hogy tulajdonképpen a teremtés meg az evolúció az nem biztos, hogy így szemben áll egymással, igaz? Így van, és de van ennél sokkal rosszabb dolog, mert sokan azt mondják, hogy a Ferenc pápa az új világrend pápája. Igen. Mert ő az egyetlen pápa, aki ezerrel támogatja egyébként a migrációt, és ő neki, mint egy ilyen nagy tudású, egyébként nagyon szimpatikus, igen, fantasztikus ember, de nem véletlenül került oda arra a posztra. A pápai trónra. Arra a pápai trónra, emlékezünk Benedekre, hogy az első eset volt, hogy lemondott egy pápa, tehát egy ilyen, de még mindig ott él. Tehát őt nem véletlenül helyezték arra a helyre, mint ahogy nagyon sok-sok politikust a világon, minden egyes országban, akik annak az elitnek az érdekét hajtják végre, amit szeretnének megvalósítani. Tessék! Francis has said the Big Bang theory is compatible with the Catholic Church's teaching on creation. Speaking to members of the Pontifical Academy of Science, the Pope said it is possible to believe in both, insisting God was responsible for the Big Bang, from which all life evolved. L'inizio del mondo non è opera del caos che deve a un altro la sua origine, ma deriva direttamente da un principio supremo che crea per amore. Il Big Bang, che oggi si pone all'origine del mondo, non contraddice l'intervento creatore divino, ma lo esige. L'evoluzione nella natura non contrasta con la nozione di creazione, perché l'evoluzione presuppone la creazione degli esseri che si evolvono. The Pope's remarks were in line with the Catholic Church's teaching of the last few decades. Na szóval nem véletlenül mondtam én az előbb, hogy az evolúció elmélet nem áll szemben a teremtéssel. Hát ezért aztán sokan támadták a pápát, de na, hát leginkább a katolikusok természetesen. Hát akkor... Hát ez volt csináltunk egy ilyen műsort egyébként annó, amikor ő 2015-ben került a pápai trónusra, és 2015-ben csináltunk a személyét egyház árulása. Emlékszem, hogy rengeteg ember ki volt akadva, hogy ha egyszer ezt mondta idáig az egyház, igen, akkor most miért változtatja meg? Ha egyszer teremtésről beszélünk, és ott a bibliai teremtés, miért mondja azt, hogy hát igazából a világ 13,7 milliárd évvel ezelőtt keletkezett, igen, de abban a bizonyos pontban, ezt már többször elmondtam, ott bizony Isten lakozott, azzal, hogy vannak más vallások, meg vannak az isteni, az őt igazából különösebben nem érdekelte, ez az Isten beavatkozott, nagyon sokan felrótták neki, többek között én is, hogy az a bizonyos mindenható szerepét ezzel a esetben el is veszítette, igen, az a bizonyos teremtő, mert ha egyszer egy csettintésen, most nem fogom, mert a kedves nézők mondták, hogy túl sokszor csettingetünk, de most a kedvemért légy szíves, egyet köszönöm. Ezt mondta is lőn világosság, tehát az az igazság, hogy én úgy gondolom, hogy attól már nem mindenható, hogyha 13,7 milliárd év kellett neki ahhoz, hogy létrejön itt az emberiség, tehát hogy kellett egy olyan valami, ennek tényleg úgy kellett volna kinézni, hogy azonnal meg kellett volna jelenni, és mindennek meg kellett volna lennie. A másik volt az evolúció, ezen aztán belebetegedtek különösen ebbe, hogy akkor ő azt mondja, hogy az evolúció, de az evolúció is azt mondja, hogy igen, az evolúció egy természetes folyamat, de a minden alkalmas pillanatban az Isten beavatkozott. Megint csak katolikus Istenéről van szó. Igen. És hát eljutottunk idáig, hogy az emberek széttárták a kezüket, hát most nem tudjuk, hogy mi van. Igazából a nagyon mélyen hívők, és főleg a Dél-Amerikában, Afrikában is nagyon sok keresztény van, Európában, és azok ezzel igazából nem foglalkoztak. Nem is tudták nagyon értelmezni, vegyük figyelembe. De nekik van egy vatikáni csillagvizsgálójuk, és a vatikáni csillagvizsgálójuk van egy igazgatója, és az igazgatója nem átállotta azt mondani, amivel Ferenc pápa egyetértett,
annyi rengeteg nap van még ott fönt az égbolton. Nálunk 3-5 ezeret lehet látni nagyon tiszta időben, és az mindegy egy csillag, és ott bolygórendszerek vannak. Annyi van, biztos, hogy mi nem vagyunk egyedül. Igen, bocsáss meg, de akkor csak annyit hozzátennék, de utána, hogy lehet-e a Földön kívüliek, illetve a más bolygókon is élet, akkor hozzátették, hogy igen, lehet, de azt is Isten teremtette. Nem, ennél még egy lapáttal rátettek, na, tehát azt mondta, hogy természetesen, igen, azt is ugyanaz az Isten teremtette. Igen, tehát megint az ez Isten. Csak, tehát megint a kereszténység Istenéről van szó, és Jézus őket is megváltotta, hogy igen, miért kellett volna megjelennie egy mondjuk egy teljesen más életformánál, teljesen más kinézetű, teljesen más formában létrejött fajnál ezt megoldani. Ebben most igazából nem menjünk bele. Ez már csak megint csak hozzátették, tehát ez megint csak a kereszténységnek a kizárólagosságát akarja. Még egyszer mondom, a jelenleg a Föld nevű bolygó lakosságának körülbelül az egynegyed része tartozik ebbe a csoportba egyébként. A másik része 4 milliárd, az különböző más vallásokhoz tartozik, és van 2 milliárd ateista is, tehát 6 milliárd igen, ember nem fogadja el ezeket a dolgokat, illetve az ő számára nem meghatározó. Igen, de ha már Jézust említette, mindenféleképpen ezt el akartam mondani, egyetlen egy mondat idézőjelben, azt mondja Jézus, még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Hát ez most azt jelenti, hogy akkor korainak tartotta volna a felvilágosítani. Igen, így van. Hát gondold el, hogy abban az időszakban, hogy ő el akart mondani olyan fontos gondolatot, és nem hitte, hogy meg fogják érteni. Azért vette maga köré a tanítványait, és azért akarta azt, hogy megvan az a 12 ember, akivel megoszthatja, akinek elmondhatja, igen, és aki a jövőben továbbadhatja. De mondom, most ott tartunk gyakorlatilag, hogy lassan-lassan elismeri a katolikus vallás is elismeri a Földön kívüliek létezését. Indiába, hinduizmusba, elsősorban a hinduizmusban. Éppen tegnap beszélgettem valakivel, vagy tegnap, hogy a hinduizmusban az a fantasztikus nyitottságot. Elmondtuk egyik műsorban, 2021 Indiai Tudományos Akadémia megjelenik egy tényleg tudós ember, és azt mondja, hogy kérem szépen, mi baromi fejlettek vagyunk. Régebben, Ráma Birodalom idején, Sri Lanka, régebben Ceylon területén voltak a csillagoknak a leszállópálya, és 25 fajta repülőgép, űrrepülőgép, víz alatti, tenger alatti járó, vagy valami, ez volt ott. A Tudományos Akadémia elnöke az majdnem szívrohamot kapott, aztán jött egy másik valaki, aki azt mondta, hogy egy orvos, aki azt mondta, hogy hát tessék megnézni Ganésát, az az elefánt, embertestű elefántfejű lény, ez pedig egy beavatkozások, egy sebészeti beavatkozások, meg genetikai beavatkozások az eredménye, ettől megint dobtak egy hátast. Tehát ők úgy állnak hozzá, hogy az ő történetékben ott szerepelnek az űrháborúk. Hát hányszor igen, megírtuk a Vimánákból, ott harcolnak ébi háborúk, lézersugárra, mindenre harcolnak. És hozzáteszem, hogy nem csak az ő történeteikben, hanem mindenhol a világon, szinte minden népnek. Igen, de ez a kereszténységből kimaradt, tehát igen, itt nincs benne. Tehát ők, és a hinduizmusban ez úgy szerepel igazából, hogy hát ha jobban belegondolsz, ő nekik ciklikus világegyetemekről beszélnek, milliárdos éves történelmekről. Most a reinkarnációról nem is beszélnek. Igen, és ne, de ellentétben a katolikus vallásban ott viszont mit tudom, maximum 7000 évvel ezelőtt akkor keletkezett a világ, bár mondom, ezt azóta sem sikerült senkinek sem összeegyeztetni, ugye 7000 évet, és a 13 milliárd 700 millió éve. Na de vajon mit gondolnak a Földön kívüli életről, tehát létezhetnek a Földön kívüliek más bolygón, és nem csak a Föld nevű bolygón, mert hát azért mindenki azt hitte, vagy esetleg azt hiszi, hogy a világegyetem központja a Föld nevű hát bolygó. Hát hosszú ideig ez volt? Hosszú ideig ez már volt, igen. Na hát akkor nézzük. Lately, there's been a lot of talk about what's out there, and the idea of life beyond our world. We don't know if it's extraterrestrial, we don't know if it's an enemy. Scientists, philosophers, theologians have been having this conversation for centuries and often mused, if something really is out there, how would it impact the world's major religions, especially those who view human beings as a special creation from a higher being? There are some religions like Mormonism that believe in extraterrestrial life, so they wouldn't be surprised. There are some religions like Judaism that would simply say
okay, extraterrestrials can exist, that's God's business. The notion of cosmic pluralism, or other worlds which may contain intelligent life, has been around for centuries. For example, 12th century Islamic theologian Fakhr al-Din al-Razi wrote, "The Most High has the power to create 1,000,000 worlds beyond this world." But that premise faced challenges throughout history, with many early Christians leaning into the Aristotelian notion that the Earth is the center of the universe, and ergo, so were human beings. Once astronomers were confident that the Earth wasn't the center of the universe, philosophers and theologians began debating why those other worlds exist. And the conclusion was, God created those other worlds in order to create other beings to worship God. Human Genome Project Director Dr. Francis Collins tells Newsy, the same God he believes created DNA has the capacity to create things that aren't explicitly in the Bible. Would we think that it was just not possible for God to keep track of more than one planet? Hey, we're talking about Almighty God here. I don't think that would stress his capabilities at all. And if in fact this was part of God's plan from the beginning with the creation of this universe, that it would give rise to life in more than one place, I think that's wonderful. Not all, but many Christians agree. The late evangelical leader Billy Graham said something similar, writing, "The Bible doesn't tell us whether or not there is intelligent life on other planets, although I find nothing in the Bible that would exclude the possibility. But if there is life on other planets, then God created that life." Perhaps the question of religion and aliens is best summed up by former Yeshiva University president Rabbi Norman Lamb, who wrote, "The discovery of fellow intelligent creatures elsewhere in the universe, if indeed they do exist, will deepen and broaden our appreciation of the mysteries of the Creator and His creations. Man will be humble, but not humiliated." Hát akkor kapcsoljuk össze a mai tudományt Istennel, mert ugye beszéltünk is róla, és akkor itt, hogyha jól emlékszem, a kellemes hangú hölgy elmondta többek között azt is, hogy Isten teremtette a DNS-t. Hát, ez természetes. Én nekem azok az ilyen könnyed kijelentések. Hát ezzel együtt az életet persze. Igen, természetesen. Na, de hát ez is már megint egy előrelépés, tehát akkor nem azt mondjuk, hogy csak megteremtette Ádámot és Évát, és igen, akkor már nem csak erről van szó, hanem akkor arról van szó, hogy a DNS-t, ami egyébként az egyéb történetekben az úgy szerepel, hogy például ott vannak az Anunnakik, és akkor ők voltak azok, akik az emberi DNS manipulásával létrehozták egyébként az emberi fajtot, azok, igen, a fiúk a bányában dolgoznak című fejezetet. Uh-huh. Nekem itt ebből azt hittem, hogy, ezeket a dumákat, hogy a mormonok simán tudomásul veszik ezt, mármint hogy létezik a földönkívülek, nekik a földönkívülektől van a tudásuk, a zsidók pedig annyit mondanak, Isten dolga, hát most miért foglalkozunk? Mert Isten úgy gondolja, akkor így legyen. Én meg és azt hittem, mondom. Ja, és a végén volt még, amikor mondja, hogy a Billy Grahamről volt szó, hogy akkor mondja, hogy hát igazából a Bibliában nem szerepelnek a földön kívüliek, de én azzal ellentétes utalást sem találtam, igen, arra, tehát nem találtam utalást arra, hogy nem létezhetnek. Mondom egyébként a világválások közül, a hinduizmusban van ez az évmilliárdokra, százmilliárdokra visszatekintő, igen, történeteik, és tényleg a Ráma Birodalomtól kezdés, hogy hogy alakult a világegyetem, ellenben a Bibliában gyakorlatilag arra a közel-keleti térségre korlátozódik, amit azok az emberek, akik megírták, igen, ezeket a szövegeket, azok valóban ismerték ezeket a dolgokat. De a hozzáállás, igen, nekem nagyon tetszett az, hogy igen, hát a Bibliában nincsen semmi, de mi tudjuk egyébként, hogy van egy nagyon kedvenc szerzőnk, egy Erik von Däniken nevű úr, igen, aki a Bibliában is megtalálta ugyebár a nyomait, Ezékiel profétát, amikor meglátogatták a földön kívüliek, meg sok ilyen történet van. Tehát ő annak ellenére, hogy a klasszikus konzervatív hívők erről tudomást sem akarnak venni, a nyitott emberek, akik a paleoasztronautikával foglalkoznak, igen, azok azt mondják, hogy igenis, a Bibliában is felfedezhetők a nyomai, sőt, rengeteg olyan történet van, a 2005 ad volt az egyik kérdés, amit kisosoltunk, hogy
Astartes-Uranosz hány éves, igen, hogy nagyon sokan például azt állítják, hogy Astar tulajdonképpen azonos Jézussal. Igen. És ha megnézed a klasszikus Jézus ábrázolást, az a hosszú szőke ajjal, akkor Astartes-Uranosz gyakorlatilag ugyanúgy néz ki. Na de már van fekete Jézus ábrázolás is. Igazából úgy néz ki, mert azt mondják, hogy amikor rekonstruálták, hogy hogy néz ki, akkor egy ilyen sötétbőrű, olyan bőrű, mint amilyenek voltak ott az emberek akkor a közökkel, és nem fehér bőrű, és nem szőke hajú egyébként, hanem barna bőrű és fekete hajú. Igen, de hogy mennyire egy kerékre jár az agyunk, mondtad, hogy fölírtad magadnak, én is fölírtam ugyanekkor magamnak, hogy a Biblia nem zárja ki a más bolygókon való életet, és nem is támogatja. Szóval lehet. Igen, jó, hát ez már csak erre szoktam, én igen, erre szoktam mondani, hogy ha csak úgy nem egyébként, tehát azért, én ebből azért messze menő következtetéseket nem vonnék le, de az az igazság, hogy most mi gyakorlatilag elsősorban erre a keresztény hitre, tehát erre készítettük ezt a műsort, tehát erre vonatkozik, tehát nem vettük bele az egyéb ilyen világvallásokat, és a bejátszásokban is igazából azt mutatjuk be, hogy azt a fajta eljövetelt, azt a fajta látogatást, azt a fajta kapcsolatot, azt miképpen lehet megoldani, és ez volt az első lépés, hogy tisztázzuk, Ferenc pápa elfogadta, hogy volt egy valami fajta ősrobbanás, elfogadta az evolúciót, itt akkor szóba került arra, hogy igazából a nem központi vallás, mert a mormonok megérsége nem olyanok, de a mormonok lazán azt mondják, hogy igen, hát ami egy isteni sugallatra kaptuk az egészet, Mohamed is megjegyezném, szintén isteni sugallatra kapta az egészet, tehát ők akkor nagyon jól el vannak, ők elfogadják, hogy ez lehetséges, hogy egy földön kívüli volt. Igen. Mondom, ez a legjobb, a még egyszer, ez a zsidók, hát ha Isten úgy akarta, akkor most akkor miért vitatkozunk vele? Hát, és akkor eljutottunk odáig, tehát hogy akkor elismerik, tehát azon a ponton vagyunk, hogy elismerik, elfogadják, hogy lehetséges, tehát nem csak a föld, ahogy mondtad, és hogy a világegyetem közepe, ahogy régebben tartották, amiket még a naprendszerre volt a geocentrikus világnézet, igen, utána jött a heliocentrikus, amikor rájöttünk, hogy a nap körül kering meg minden, tehát ideig eljutottunk, és akkor innen megyünk tovább, hogy na mi van akkor, hogyha tényleg eljönnek a földön kívüliek tárgyasult formában, nem azon a klasszikus módon, ahol a szkeptikusok szeretnék, hogy mondja a polgármester, hogy én akkor hiszem el, hogy létezik a földön kívül, akkor leszállnak a hősök terén. Lehet, hogy nem pont a hősök terén akarnának leszállni, de egyébként nagyon látványos lenne hát kétség kívül. Tehát most azon a szinten tartunk ebbe a műsorba, hogy ha eljönnek, akkor mi van? De azt még nem, arra még nem térünk, hogy mi lenne akkor, hogyha nem jönnek el, de nekünk úgy mutatják be, mint hogyha eljönnének, igen, de itt eljöhetnek. És hagyj vezessen föl ezt erre, mert ugyan szerepel a filmben, de van benne egy-két rész, ami nem derül ki igazából, hogy ez a Childhood End című, de a gyermekkor... Még az új világvallás propagandájánál tartunk, ja, nem? Igen, nem, szerintem nem. De. Ja, de az új világ... Az a gyermekkor vége című film egyébként. Ja, igen, azt hittem, hogy... Ja, igen, ez az. Nem érdekes, elnézést kérünk. Nem, elnézést kérünk. Gábor megzavarodott. Ja, csak azért, mert a Blue Beam-re gondoltam. De nem, az még egy kicsit. Az lesz a következő fázis. Tehát ez igazából Arthur C. Clarke-nak, az egyik kedvenc szerzőmnek, aki remek könyveket írt, annak a Gyermekkor vége című 1953-as, tehát nagyon-nagyon-nagyon régi könyvéről van szó. Ha valaki megnézi, ez a kivonat alapján talán azért nem lehet annyira igen, képet formálni az egész filmről. Az egész, megvallom őszintén, 2015-ös és a legesleg vége az hihetetlen negatív. Hát az, egyébként nem, mert az itt igazából ebben a filmben nem tudom, hogy mennyire szerepel. Ha szerepel, akkor az elég szomorú, hogy bemutatja azt is, hogy ez milyen szörnyű következményekkel jár. Arthur C. Clarke egy realistább ember volt, egyébként ő arról híres, hogy ő találta ki a műholdas rendszert, ami körbelül a Földet. Ő egy realistább, igazából földön kívülit mutatott be, tehát aki jobban hasonlított a későbbi sci-fi, meg fantasy filmekben megjelenő földön kívülekre. Itt viszont még meglátják, hogy ez nem egészen így. De akkor én még hozzátenném, hogyha már a Clarke-ot szóba hoztad, és hát ugye gyerekkor vége, mondtad a regényt, 950 azt hiszem. 53. Vagy, igen, de én meg azt megnéztem, hogy magyarul is megjelent 1990-ben a Móra kiadónál,
és aztán később egy kicsit átvariálva 2008-ban, hát emlékezhetsz rá a Galaktika fantasztikus könyvben, mert olyan is volt. Nem, Galaktikus folyóirat volt. Igen, de... Kozmos fantasztikus könyvek voltak. Igen, akkor igen. Akkor vagy de... a Galaktikában, vagy a Kozmos fantasztikus szóval, könyvek. De hogy ott is, szóval azért figyeltek rá. Igen, szerint. Igen, hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon ismert valami volt, és egy nagyon érdekes egyébként, hogy meg lehet, hogy ez sem derül annyira bejártatva, hogy ide érkeznek a földön kívülek, megérkeznek ide, de senki nem látja őket. Igen. Tehát hossz időn keresztül senki nem tudja, hogy micsoda, biztosítják az emberiséget, hogy békével jöttünk. Hasonlít egy kicsit, mindenki átvette utána ezt a ugye, hatalmas repülőszerkezetek jelennek igen, meg igen, a világvárosai fölött. Náluk ilyen nagyon szép, nagyon formás, nagyon dizájnos repülőszerkezetek jelennek meg, de magát, a lényeket senki nem látja, egy jó lét jön. Azt mondják, hogy na most aranykor, következik, aranykor következik, így van, egy 50 éves időszak, és 50 éven keresztül nem jelennek meg az embereknek. Az embereknek egy része azt mondja, és akkor itt kapcsolódik a mi műsorunkhoz, hogy az emberek nagy része azt mondja, igen, hogy elfogadom az új vallást. Ők egy kozmikus, egy új vallást igen, akarnak igen, hozni ide a földre, ők csatlakoznak hozzá, eldobják a régi hitüket, a régi vallásukat, de vannak olyanok, akik azt mondják, hogy mi szeretnénk megtartani a klasszikus hitrendszerünket, és eltenik 50 év, és 50 év után megjelenik a földön kívülieknek a vezetője, igen, akik ide érkeztek. Na jó, akkor nézzük, tehát, hogy egyáltalán, hogy akkor most idegen hajók meg jönnek a föld felé, nem tudom, hány ezzel, mindenhol. Mindegy, megérkeznek. Csak éppen nem látjuk őket. Na ez az, tessék. Part show on Sci-Fi Channel portrays a curious scenario set in the future. Childhood's End is a television show based on the 1953 novel by the great Arthur C. Clarke, a science fiction writer. This show aired just recently in the midst of the holiday season for many. At a time when many remember the birth of Jesus into the world, Sci-Fi Channel decided to air a show that depicts alien disclosure, the arrival of a satanic look-alike, and the eventual destruction of the world by fire. The themes contained in Childhood's End show an agenda is underway. It has been for quite some time. Clark's novel is centered around an alien disclosure, where an armada of alien vessels make contact with the Earth. The aliens claim that they have come for the purpose of assisting humanity through a golden age, a utopia, a time of peace, security, and prosperity for all upon the Earth. Not all of the people accept this utopia. Some of them protest because they believe in the God of Scripture. In the show, one of the characters' mothers kills herself because of the disclosure. She views her faith in God as incompatible with disclosure of alien life. Despite these people, these protesters, most, a vast majority of the world is accepting of the utopia, and many abandon whatever faith they once had in the notion of God. The aliens and the people of Earth commonly refer to this time period of peace and prosperity on the Earth as the golden age of humanity. Literally, that's what they say repeatedly throughout the show. People never seem to get sick in this golden age. There is no war either. There is one who is appointed as the supervisor of Earth, one who helps to usher in the golden age of humanity. His name is Corellon. For many years, the people of Earth never see him. Eventually, they do see him when he is unveiled. Corellon tells one of the characters the reason why he does not disclose his appearance to the people of Earth. It's because they are not ready to accept what he looks like. But later in the show,
he is revealed. What's interesting about his depiction in the show is that it is different from the way he is depicted in the book. In fact, a New York Post article wrote that the director of the show intentionally manipulated Karelin's look, changing him from an alien profile to a character that literally looks like a rendering of Satan. Azt hiszem, hogy amit most láttunk... Szimpatikus ez a volt ez a lény. Igen, ez a szimpatikus kis összeállítás a hölgyével együtt. De a lény, a lény. A lény, igen, hát na, szóval azért ehhez fűzzél hozzá két mondatot. Hát egy, hogy ki volt itt a főnök? Nem, először is az, hogy Arthur C. Clarke nem ilyennek álmodta meg, tehát na nem ja, ilyen hát. Patás vagy valami, tehát nem ilyennek kéne egy olyan földön kívüli lényt, vagy fajt ábrázolni, akik ide tudnak jönni igen. A világegyetemen keresztül több száz hatalmas űrhajóval. De amit elfelejtettem elmondani még az előbb, hogy ez úgy nézett ki, hogy kineveztek egy Karellen nevezetű lényt, ő lett a föld felügyelője. Na ezért is kérdeztem, hogy tehát a föld felügyelő, egy ilyen jó kis címet találtak ki, de csak itt a végén lehetett meglátni, uh-huh. Tehát nem látta senki. Ha valaki meg szeretné nézni a filmet, igen. Akkor megtekintett hozzá lehet jutni különböző fórumokon. Én azt mondanám, hogy hát azért eléggé horrorisztikus, hát. És a végére úgyis itt kiderül, és ez most nem tartozik konkrétan egyiket, de hogy bizonyos értelemben igen, a mai műsorunknak a tematikájához, hogy kiderül, hogy ezek a lények azért jöttek ide, uh-huh. Hogy felszippantsanak mindent a kollektív tudatunkból. Tehát mindent kivesznek onnan, minden információt összegyűjtenek, és utána ez a nem túl szimpatikus kinézetű, illetve inkább baromi ijesztő igen. Kinézetű lény, a kis ujjacskáival csinál egy ilyen mozdulatot, és a képernyőn az látszik, tiszta csillagok háborúja, a fölnevű bolygó percek alatt, vagy másodpercek alatt atomjaira robban, igen. Tehát simán elpusztítják a bolygót, azzal együtt, hogy mondom, hogy mindenkinek az emlékét kivették belőle, tehát hogy gyakorlatilag csak ezért jöttek ide, tehát nem az a pozitív kicsengésű valami, hogy mi ide jöttünk, és az aranykor vége az, hogy nem az, hogy jön tényleg egy olyan időszak a Földre, amikor a földönkvérek átadják a tudásukat, fejlődhetünk, előreléphetünk, hanem helyette ilyen szomorú vége van. Egyébként ez kellene lenni, tehát ez lenne a szerepe igazából. Ha ők már el akarnak terjeszteni egy földönkívüli vallást, igen. Egy hitrendszert, de nem biztos, hogy egyáltalán náluk ki kellett alakulni a hitnek, egészen másképpen alakulhatott. Az, hogy egy másik bolygón is megjelent Jézus, ez gyakorlatilag teljes egészében kizárható, egészen más életforma lehet, egészen más körülmények között fejlődött, írtatlan egy távolságba. Bár lehetséges, hogy a világegyetemben létező lényeknek egy hasonló az ember ez a felépítésük, mert ha jobban belegondolsz, nekünk az, hogy az ujjaink, a kezünk, a végtagjaink, tehát tökéletesen alkalmas arra, hogy a környezetünket olyan mértékben átalakítsuk, hogy olyan gépeket készítsünk, amivel olyan szerkezetet tudunk építeni, igen. Amivel eljutatunk a kozmosz másik pontjára is. Ez a patájával, hogy tudta esetleg meg a kezével, egy ilyen nagyon furcsa, hosszú körülményen, ilyen karmos keze volt egyébként. Tehát itt direkt azt csinálták, és mondom, 2015-ben ezzel sokkolták a nézőket, hogy egy ilyen, tényleg a sátán, ez tényleg olyan volt. Tehát olyan, egy vörös feje volt egyiket, ilyen és állam, mint egy ilyen szakálla lenne, és olyan karmos keze volt, patás lába, azok a kiterjesztett szárnyak, tehát ez tényleg igazából már a végén azt mondták, hogy hát igazából a sátán jött el, igen. És a sátán el is pusztított. Na most itt szó volt már, az előbb akartam mondani, hogy hát ugye a vallások mindenhol, és UFO vallások, hát ezt te is nagyon jól tudod, hogy egy csomó megjelent, én most nem sorolom el, csak... De mondjad, mert ez nagyon érdekes, ez hát fontos. Az, hogy létezett egy nem realita, hanem raelita, így mozgalom, van. Amit állítólag a világ legnagyobb UFO vallásaként határozták meg annak idején. Hát a szientológiáról arról tudunk beszélni, ez már megvolt, hogy az UFO vallások közé sorolják ezt is. De hát, egyértelmű, hát persze. Egyértelmű, és akkor volt az éteri társaság, mint állítólag az is, arra is azt mondták, hogy az első UFO vallás, és akkor itt van, hát ez nagyon szimpatikus nekem, a Mennyország kapuja, Heaven's Gate, ez 1974, és aztán ez a bizonyos
Marshall Applewhite nevű úr 39 követő győzött meg tömeges öngyilkosságra. Hát szóval akkor azt hiszem, ez 1999-ben is ideérkezett a 97-99. Ideérkezett a Hellbub üstökös érkezett ide, és ő meggyőzte a híveit, hogy a Hellbub üstökös mögött egy csillagközi űrhajó érkezik ide a naprendszerbe, és ők akkor tudják áttranszponálni magukat oda, hogyha előtte megölik, és akkor lelkik átszáll arra. Tehát nem fizikailag akartak átmenni, és az egyik nagy sportszergyártó, direkt nem csak reklámot nekik, a Nike volt egyébként, de nem, hát a világ összes médiumában mutatták egy Nike, mindenki beöltözött peckő Nike, cuccokba menni elmetesekbe, és mindenki bevette a maga kis cián kapszuláját, és 39 ember halt meg, Applewhite-tal együtt. Igen. Azért, hogy a lelkük, tudatuk átkerüljön oda, igen, de ez megint olyan, hogyha utána gondolsz, ez ugyanaz, mint ez a bizonyos gyermekkor mint vége. A gyermekkor vége. Hogy a, de itt nem a kollektív tudatról van szó, hanem az ő tudatuk, a valamelyik, az igen, minden átkerüljön oda, mert az űrhajó csak azért jött ide, hogy azokat gyűjtse össze. Aztán a másik, ez a bizonyos űremberek, hogy állítólag az is ufóvallás, 90-es években, igen, egy-egy Benda nevű ember volt, aha, a középpontjában, és aki azt mondta, hogy vele kommunikálnak a a földön kívüliek. Hát nem sorolom végig, mert a közben az órára néztem, de azért volt ilyen, a mormonokat említetted az előbb, tehát volt itt az utolsó napi szentek, meg sok minden, és ezt direkt hagytam a végére, mert az iszlámról, arról nagyon sokat beszéltünk és beszélünk, és akkor azt mondja, és ezt direkt kiírtam itt, hogy az iszlám nemzetben az UFO-kat ember alkotta eszköznek tekintik, amelyek nem idegenek, hanem emberek irányítják őket, és az ítélet napjának kezdetét jelentik, és akkor ez a bizonyos Elia Mohamed kijelentette, hogy Ezékiel próféta könyve egy űrhajót ír le. Hát ez képileg ez is meg lehet nézni. Így van, és ez egy Erik von Däniken nevű úr tökéletesen klasszikusan képileg is ábrázolta. Igen, nekem is ő jutott eszembe, igen, amikor ennek itt utána néztem. Igen. Szóval hát mindent hát összevetve azért itt beszéltünk sok mindenről. Most jön az utolsó, igen, fázis, ez hogy az, ha, tehát akkor most eljutottunk odaig, hogy ha megérkeznek az idegenek, milyen következményekkel járna, de az elit számára, miután fontos, hogy összefogja az egész, igen, világot, össze akarná hozni az egész emberiséget, ehhez viszont már 10 évvel ezelőtt, mert ez a két bejátszás, ami jön, igen, most elárulhatom, hogy kettő jön, egymás után ez 10 évvel ezelőtti, már akkor bemutattak olyan technológiát, azóta rakéta sebességgel fejlődött a, igen, tudomány, azóta 100-szor, 1000-szer, 10000-szer többet tudunk, plusz hozzájött a mesterséges intelligencia, tehát rendelkezünk olyan eszközökkel, mindenki látott olyan filmeket, kiveti, most az augusztus 5-egy tűzijátéknál, a parlamenten milyen, hát tényleg lenyűgözve nézem, hogy mit vetítettek oda rá, tehát ilyen holografikus módszereken miket tudtak megcsinálni, na most ezt ugyanazt meg lehet csinálni nagyban, meg lehet csinálni az űrben, meg lehet csinálni mindenhol, bizony, sőt azt is meg lehet csinálni, hogy mindenkinek, minden egyes vallásnak a saját képviselője, a saját profétája érkezzen meg, igen, a muszlimoknak a Mohamed érkezzen meg, a keresztényeknek Jézus érkezzen meg, a bizony, zsidóknak vagy Mózes, vagy Ábrahám, de inkább Ábrahám, mert ő volt az, aki szövetséget kötött az Isten, tehát Ábrahám jöjjön meg neki, tehát, az ő, tehát mindenkinek eljönne az a valaki, akit ő fontosnak tart, igen, tehát hogy még erre is oda tudnának figyelni, és igen, olyan fantasztikus látványvilágot és mindent tudnának teremteni, hogy meg tudnák győzni az emberekről, hogy ez nem földi kreáció, igen, hanem ezt az idegenek jelentek meg, és ezzel próbálnák az emberiség az egészét arra orientálni, hogy felvegyen egy egységes vallást, és akkor már is megoldaná a földön kívüli megváltást. Jó, hát akkor jöjjön a Blue Bean, a kéksugár projekt, kéksugár, és akkor majd lesz ennek is egy második része. Igen.
szörnyű, de elképzelhető az, hogy szétesik a tudatunk. Igen, igen, és annyira lehet befolyásolni, a tudatmanipulációról rengeteg dolgot bizony csináltunk, az előző külön számunk is ez volt, hogy ott vagyunk az elmédben, és sajnos ez minden napokban egyre igazabbá válik, rengeteg sok megoldás van, a médiától elkezdve a különböző technológiai, technikai eszközökig lehet bennünket, HAR projektekkel, milyenekkel, és erről nem is beszéltünk, hogy ehhez, amit most itt láttunk, és a következőben látni fogunk, igen, tegyük hozzá, hogy ezt ki lehet egészíteni olyan tudatmanipulációs HAR programokkal, ami nem csak a képi világot, igen, teremti, hanem tényleg, ahogy elmondod, az agyunkba plántál különböző üzeneteket. Igen. És tökéletesen teszi ezt az élményt, és mindenki valóságosnak fogja hinni. Azok, akik kívül akarnak maradni, az elit és az általa kiválasztott tagok, azok valami fajta védőeszközzel fognak rendelkezni, hogy őket ne tudják befolyásolni. Hát akkor most visszatérünk megint, sokat beszéltünk. Még egy kék sugár. És még egy kék sugár a második rész. Space Telescope. Using the largest deployable telescope ever launched, James Webb Space Telescope will peer deep into space, through cosmic dust and further back in time than ever before, to observe the universe billions of years ago when stars and galaxies were just beginning to form. Igen, ahogy mondani szoktuk, na most ez egy szinte science fiction volt az egész, de hát itt a valóság alapja már megvan. A következőről van szó, és ez még fontos elmondani, hogy ez a kéksugár, a Blue Beam, a kéksugár projekt, ez egy létező projekt volt. Mondom. Tehát, hogy elindítottak egy ilyen programot, és valaki kiszivárogtatta ezeket az információkat, és annak alapján készült el, tehát ez nem csupán egy fantázia, tehát nem valaki kitalálta, hogy na, ezt így fogják majd csinálni, vagy így lehetne csinálni, hanem hivatalosan az Egyesült Államokban elindult egy ilyen Blue Beam projekt, ezt csinálták, előkészítették, és akkor valaki, amikor rájött arra, akkor ezt kiszivárogtatták, és akkor megcsinálták hozzá ezeket az animációkat, és akkor bemutatták, hogy na most akkor miképpen fog kinézni, miképpen lehet befolyásolni az egész Földet. De még egyszer mondom, hát ott mutatták a James Webb űrteleszkópnak, mutatták a holografikus képét, a nagyon-nagyon kezdetekes formában, azóta már ezerszer fejlettebb ez az egész,
Ráadásul azt akkor nem tudták egyébként. Na, ez a Hubble helyet csinálni. Ez 2013-ban, ez kerek 10 évvel ezelőtt volt. Na, de a James Webb űrteleszkópot csak múlt évben tudták utána fölbocsátni, mert akkor még nem sikerült. Uh-huh. Kicsikét nehéz falat volt, mert mindenfajta probléma volt vele. De mindegy. Tehát akkor eljutottunk a végéig odáig, hogyha nem tudják megcsinálni azt a bizonyos tervezett világvallást, akkor azt viszont meg tudják csinálni, hogy meggyőznek bennünket, és akkor azt szeretnék, és ez a zárómondat, és az a lényeg az adásnak, azt szeretnék, hogy a világ összes istenét egyetlen istenné olvasszák össze, és csak az egyetlen isten legyen, és ha mindenki abban hisz, akkor még ezerszer jobban lehet befolyásolni az embereket. Na, mutatom a nyereményeket, kérem tisztelettel. Októberi szám, Hihetetlen magazin, fél éves előfizetés, Földön kívüli megfigyelők, erről is nagyon sok szó esett a műsorban, és én állítom, miután itt van egy olyan rész is benne, hogy a harp és hőség, és hogy titkos kísérlet eredménye a kánikula. Biztos, hogy az egy globális felmelegedés, mert itt aztán mondunk mindent. És akkor itt van a honlap markában, itt van a Hihetetlen magazin külön száma, ami még december végéig. December 22-ig van kint. Addig érvényes. Hát ezt az elején elmondtam itt egy picit, hogy mi minden van benne, de hát akkor azt hiszem, hogy erről is mindenféleképpen majd tudunk beszélni. És itt van Arany Lászlónak a könyve, nem először mutatjuk, Ázsia tiltott magyar régészete. Mondom, már is a többit kérem tisztelettel. Ugyebár, hogy hívják a Gyermekkor vége című filmben a Föld felügyelőjét? Elmondtam. Elmondtad, csak be akartál húzni. Majdnem kimondtam, és akkor megint ki kellett volna találni egy rossz ingratú kérdést. Elmondtam, hihetetlen.tv@hihetetlenmagazin.hu, ide kérjük tisztelettel a véleményeket, a megfejtéseket. Határidő október 31-e, ebből következik, hogy a november 3-ai adásunkban lesz ismét sorsolás, ismétlések. 27-én, tehát még ebben a hónapban megismételjük a 2017. október, de 13-ai adást, azt mondja, hogy a Szkíta Fáraó kora című műsor, akkor is vendégünk volt Bácsi Bogi, és hát vele jártunk utána a magyarság egyiptomi kalandozásainak. Nézzék meg, aki nem látta, nagyon jó. Új adás ennek megfelelően november 3-a, és akkor a témáról mindenféleképpen, és a YouTube csatornánkon is meg fogjuk mutatni, hogy mi lesz ez, és erről, ahogy Robitól tudom, november 1-től kaphatnak előzetes tájékoztatást. Az időnk lejárt, de egy mondatot tegyél csak hozzá, hogy miért van erre nem, szükség. Erre azért van szükség, mert sajnos nagyon őszintén elropják a témáinkat. Ha valamit előzetesen közlünk, akkor a következő héten, vagy 3 napon belül jelentkeznek ezzel a témával, ezt szeretnénk elkerülni. Én is gyors leszek, mert tényleg... Más csatornán, más adásokban. Tehát akkor a este 21 és 22 óra között pénteken megnézhetik itt a 6-os csatornán, akinek a szolgáltatójánál nincs benne a 6-os csatorna, az élőben is megnézheti itt a 6-os csatornának a honlapján. A következő nap egy szombaton fölkerül reggel olyan 7-8 óra tájban, a Facebookról indulva beágyazott videóként, de egyébként fölkerül a Facebookra, fölkerül a YouTube-ra, az Inda videóra, a Bicsúra és a Rambly nevű oldalakra is, de ezeket a Facebookról indulva közvetlenül lehet érni. Igen. Fölkerül természetesen a külön fölkerül a YouTube csatornákra, és kérem, hogy mindenképpen nézzenek bele, és mindenképpen keressék a műsorunkat, mert ott vagyunk minden héten, akár főadással, akár ismétléssel jelentkezünk, de biztos, hogy ott vagyunk. Mind a két oldalon a műsorhoz kapcsolódó szövegek, képek, videók találhatók, és vagy itt, vagy a megfejtéshez kapcsolatban elmondhatják a véleményüket a műsorral kapcsolatban. Köszönjük. És ezzel megköszönjük megtisztelő figyelmüket a szokott időben, tehát ismét találkozunk. Addig is vigyázzanak magukra, minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Embernek maradni egy szörnyű világban, a holnap markában. Nem csak bemutatjuk a ránk váró szörnyűségeket, hanem konkrét gyakorlati tanácsokat adunk azok kivédésére vagy enyhítésére. Függetlenül minden hatalomtól. Az aranyborjú megszelídítése, egyházak, ezotéria, hittérítők, karanténba az emberiséggel, páneurópai vízió, az elit rémálma, földanya gyógyítása, gazdasági válságok, elzárva a világtól, megváltás a világűrből, a mesterséges intelligencia térnyelése,
megnyerése, a felesleges ember, a felemelkedés eszköze, a vallások lényege. Szerencsére van még immunrendszerünk, mesterséges betegségek elterjesztése. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin külön számában, kapható az újságárusoknál.